Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Toshiba Satellite L50T típusú notebookot láthatjátok, ami a gyártó notebook szériájának egyik olcsóbb darabja. 15,6-szoros notebookról beszélhetünk, ez éppen az érintőkijelzős modell, ami azt jelenti, hogy lehet tapicskolni bátran. Maga a kijelző az nem túl jó felbontású, illetve betekintési szögű, 1360x768 pixeles felbontással rendelkezik, ami viszont látszik is közel, hogy eléggé csúnyák sajnos az elemek már ezen a méreten. A gép alsó részét megnézve két szín dominál, a szürke, valamint a fekete. A billentyűzet szigetes kiosztás, egészen nagy közök vannak a gombok között, ami abszolút pozitívum. Viszont ami negatívum az az, hogy a alatta lévő borítás az fényes, ahogy itt látszik is, és ez valószínűleg egy idő után, hogyha elkosztolódik, nagyon nehéz lesz majd takarítani. Itt felőre kerültek a hangszórók, amiből kettő van, illetve itt van a bekapcsoló gomb is, természetesen a gép rendelkezik numerikus paddal is. A gép alján nagyobb méretű touchpadünk van, aminek örülhetünk, beépített egérgombbal, ami az érintő felülettel egy síkban van, valamint egy műanyag csuklótámasz kapunk, ami szintén fényes sajnos, tehát olyan kis csíkokkal mintázott. Ha lecsukjuk a gépet, ugyanezt a szürke, csíkos, fényes műanyagot kapjuk meg a fedlapon is, ami kicsit azért kopogós, nem annyira magas minőségű. A gép bal oldalára került egy töltőcsatlakozó, van egy RJ45, egy USB 2.0, valamint egy DVD író is került a gépbe. Elől a jobb sarkon van egy SD kártyaolvasó, illetve a visszajelző ledek. A gép másik oldalára pedig került külön fejhallgató, illetve mikrofon csatlakozó, kettő darab USB 3.0, HDMI, VGA, hűtőnyílás, illetve a Kensington lock helye is megvan. A gép hátulján látjuk, hogy nem lehet kivenni az akkumulátort házilag, csak a memóriához férhetünk hozzá egy csavar kicsavarozása után. Maga a rendszer igazából eléggé változatos lehet, hiszen elérhető Celeron, Pentium, illetve akár 4. generációs Intel Core processzorokkal is. Ebben is egy Core i7-4700MQ processzor található 12 giga RAM-mal, illetve GeForce GT740M-mel, ami abszolút felesleges erre a gyenge kijelzőre, mégis akár ilyen konfigurációban is megvásárolható. Ez volt tehát a Toshiba Satellite L50T notebook. Ha nem voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu. Sziasztok!